Áprilisban két kiállítás is kezdetét veszi a Józsa András Múzeumban és tagintézményében, a Kálai gyűjteményben. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Jakab Attila régész és Holmár Zoltán történész. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Kezdjük akkor időrendi sorrendben, az első az április 5-én lesz, ami megnyílik, ez pedig nem más, mint a szóra bírt csontjaink. Itt miről szól a fáma? Igen, most hétvégén zárul a Természettudományi Múzeum Jégkorszak című vándorkiállítása, és április 5-én, ahogy el is hangzott, nyílik a következő, szintén vándorkiállítás, és szintén a Természettudományi Múzeum szervezésében. Ez tulajdonképpen egy antropológiai kiállítás, az embertanról szól, történeti korú embertan, tehát a régészeti korú emberek vázait, koponyáit mutatja be, de ennél azért többet is ad, hiszen nem csak az, nem öncélú a kiállítás olyan szempontból, hogy minél több koponyát és minél több csontot lássunk, hanem olyan kérdésekre is megpróbál válaszolni ez a kiállítás, hogy például azon kívül, hogy hogyan határozzuk meg a nemet és a kort egy adott csontváz esetében, mik azok a sérülések, amelyek előfordulhatnak egy-egy csontvázon, és mi okozhatja ezeket a sérüléseket, illetőleg mik azok a betegségek, amelyek a csontani anyagban is nyomot hagynak, és hogyan lehet ezeknek a nyomait megfigyelni, hogyan lehet észlelni, és mire lehet ebből következtetni. Tehát gyakorlatilag a őseink életmódjára, életével, vagy éppen halálával kapcsolatos adatokra is kapunk válaszokat. Gondolom ez főként családoknak szóló kiállítás lesz. Mindenkinek nyitott a kiállítás, de nyilván a kisebbek számára, vagy legalábbis a gyerekek számára azért az nagy élmény lehet majd, hogy megfoghatnak és maguk is megpróbálkozhatnak a csontoknak a meghatározásával. Nyilván ehhez múzeumpedagógiai foglalkozás is fog tartozni, tehát hogy megvan ennek a módszertana és annak elmagyarázása után szerintem mindenkinek a felfedezés öröme az külön élményt jelent majd, hogy mit lehet ebből látni, honnan lehet tudni egyáltalán, találunk egy csontot, hogy embercsont-e vagy éppen állatcsont, hiszen azért egy laikus számára ez nem feltétlenül egyértelmű. Ami még érdekes lehet, és szintén ugye a kiállítás kapcsán kerül majd bemutatásra, az az arcrekonstrukciónak a bemutatása. Ugye itt arra kell gondolni, hogy az egykor elhunytak ugyanilyen emberek voltunk lényegében, mint mi, csak hát ugye már nem úgy tekintünk rájuk tekintve, hogy csontok, viszont meg lehet próbálni megfelelő módszerekkel elképzelni, illetőleg felépíteni az egyénnek az arcát, a fizikumát, és így gyakorlatilag megtudjuk majd, hogy nézhetett ki egykor élő emberként. Éppen ezért néhány híresebb személyiség, így például Harmadik Béla vagy Szent Lászlónak arcrekonstrukcióját is megtekinthetjük majd a kiállításon. Úgy kell elképzelni ezt a kiállítást, hogy különféle foglalkozások is lesznek, ahol lesznek hozzá múzeumpedagógiai foglalkozások, így van. A kiállítás egyébként április 5-től június 12-ig tart majd nyitva, tehát gyakorlatilag jó két hónap áll majd rendelkezésre, hogy a látogatók megtekinthessék. Na, néhány érdekességet azért áruljon el, hogyha Önök kezébe kerül egy csont, akkor azt honnan állapítják meg, hogy ez mennyi idős emberé, illetve milyen nem. Igen. Hát én régész vagyok, tehát nem antropológus, most nyilván én is tanultam természetesen antropológiát, de hát ez gyakorlatilag egy külön tudományág, és nem véletlen, hogy a maga a kiállítás megnyitását is egy antropológus szakemberre, az ELTE embertani tanszékének adjunktusára, dr. Hajdú Tamás volt az a személy, akit megkértünk, és hát ő nyilván több éve, lassan évtizede foglalkozik ezekkel, és nyilván majd a kiállítás megnyitón talán érdemes lesz megjelenni, hogy ilyen dolgokról is beszámoljon. Egyébként meg nyilván vannak, ha látunk egy koponyát, azért nyilván vannak olyan jellegzetes csontani jelenségek, amit egyértelműen lehet látni, hogy ez mondjuk a szülés okozta változások például megjelenhetnek a csontani anyagban, a csontoknak a finomsága, tehát hogy vannak azért olyan jellegzetességek, ami alapján lehet tudni, hogy itt férfi vagy nőről van szó egy adott esetben. Itt magyar emberek csontjairól van szó? Helytelen szerintem ez a kifejezés, tehát mondjuk úgy, hogy a Kárpát-medencében élt népek csontjainak van köztük persze honfoglaláskor is, amit ha akarunk nevezhetünk magyarnak, de itt most nem ez a lényeg, hanem hogy éppen hogy a változatosságot próbálja bemutatni, hiszen más korszakban más-más testfelépítése kinézettel bírhattak egyes népcsoportok. Ha jól tudom, a sírrekonstrukcióval kapcsolatban is engednek majd betekintést. Igen, itt az gyakorlatilag olyan, úgy kell elképzelni, hogy ahogy a régész felterés előkerül majd a sír kibontása után egy adott
személynek a sírja, hogy mit lehet benne találni, hogyan tudják, milyen változatos módon tudják ezeket az elhunytakat eltemetni. Nyilván ennek számtalan magyarázata van, de inkább itt maga a látvány az, ami talán eltér attól a megszokott képtől, amit egy laikus esetleg gondol, hogy pont hogy temetik el, vagy éppen mit tesznek mellé, és hát erre is választ kaphatunk majd. Tehát április 5-én. Így van. Nyílik a tárlat. Holmár Zoltán történész pedig egy másik tárlattal kapcsolatban kérdezem. Régi dolgok, újabb idő, két fő ispán Szabolcs megyéből. Jól mondom a címet? Így van, pontosan ez a címe, és tulajdonképpen a nem sok család büszkélkedhet a magyar történelemben azzal, hogy két tagot is tudott adni a vármegye élére, közéjük tartozik a Kálai család, köztük is egy apa és a fia, Kálai András Szabolcs vármegye főispánja volt, ahogyan a fia a legkisebb ráadásul Miklós, aki később a miniszterelnöki székig is eljutott. És ennek a tárlatnak ők lesznek a főszereplői. Azért néhány dolgot áruljon el ezzel a pozícióval kapcsolatban, tehát amikor régen főispán volt valaki, az mondjuk a mai modern korhoz viszonyítva milyen pozíciót foglalt el? Tulajdonképpen ennek a tisztségnek a mai jogutódja a megyei közgyűlés elnöke. A főispán állt a vármegyei tisztikar élén, tehát tulajdonképpen a törvényhatóságot ő vezette, az egész megyét átfogó közoktatásügy, népegészségügy, ezek a sarkalatos pontjai voltak az ő tevékenységének, meg hát persze közutak építése, középületek építése, és ha már középületről van szó, Kálai András volt az első olyan főispán Szabolcs vármegyében, aki beköltözhetett az új megyeházában, amit ugye ma is láthatunk teljes pompájában a Hősök terén, hiszen ő volt az, aki megépítette ezt a gyönyörű középületet Alpár Ignác építész tervei alapján. Régi dolgok, újabb idők, ez a cím. Miért van ez a kettőség? Ez a cím egyben egy kötetnek a címe is. Kálai András, amikor már ex főispán volt, 1907-ben Józsa Andrásnak egyébként a hatására elkezdett egy önéletrajzi ihletésű könyvet írni, ezt a címet adta neki, hogy Régi dolgok, újabb idők, ez 1907-ben jelent meg Nyíregyházán, a Jóba nyomda jóvoltából, és azért is döntöttünk emellett a cím mellett, mert a kiállításunkban is, mint ahogy az összes kiállításunkkal szeretnénk azt sugalni, a minket meglátogató érdeklődők számára, régi dolgokat kívánunk prezentálni az újabb idő generációinak, nemzedékeinek. No, hát akkor mik ezek a régi dolgok? Mik kerülnek kiállításra? Elsősorban személyes tárgyakat láthatnak majd a Kálai gyűjtemény meglátogatók. Például ki lesz állítva Kálai Andrásnak és Miklósnak is a díszmagyar viselete. Ezek közül az Andrássy a legrégebbi ruhadarab a gyűjtemény birtokában. Ez egy 1880-as években készült fekete díszmagyar viselet, és ezeken kívül még a hozzájuk tartozó kiegészítők is, tehát a gyönyörű szép aranyozott boglárok is megtekinthetőek majd. Illetve Kálai Miklós személyes tárgyai, többek között ha csak egy-két példát említsek, a töltőtolla, vagy a szivartárcája, ami bőrből készült, szintén meg lehet majd tekinteni, meg hát az a főispáni szék, amelyben mind a ketten helyet foglaltak a tisztségük betöltésekor. Ha a kálaiakról beszélünk egyébként, ez kutat, még további kutatást igénylő téma? Mint minden téma a kutatása, kijelenthetjük nyugodt szívvel, hogy sosem merül ki. Mindig kerülnek elő újabb források, újabb adatok, újabb információk, amelyeket beépíthetünk. Így van ez a Kálai család esetében is. Mindig kerülnek elő újabb olyan adalékok, amelyekkel színesíthetjük ezeket a történelmi adatokat. Ha már az újabb időkről beszélünk, azért nekik vannak ma is élőre származottaik, ugye? Így van. Gyakran megjelennek rendezvényeinken, kiállításmenyítóinkon a Kálai család leszármazottjai, sőt, gyarapítani is szokták a gyűjtemény állományát, pártolják is, szívvel, lélekkel támogatják a gyűjteményt. Ennek ugye ékes példája az, hogy az elmúlt években is rengeteg értékes műtárgyat kaptunk a jóvoltukból. Mit lehet róluk tudni? Magyarországon élnek túlnyomó részt? Igen, nagy részük Magyarországon él, Budapesten elsősorban, Kálai családtagok, de van, aki Németországban él közülük, de minden esetre tartják a kapcsolatot egymással, meg természetesen a Kálai gyűjteménnyel is. Az, aki külföldön él, az is haza szokott látogatni Magyarországra, sőt, nem egyszer meglátogatta már azóta a Kálai gyűjteményt is. Köszönjük szépen, hogy itt voltak nálunk.